összességében nagyon nehéz meccs volt, pálya nagyon mély volt, nehéz volt rajta focizni. Az első gól úgy gondolom az nagyon sokat számított, hogy az első félidőben meg tudtuk rúgni, aztán igazából a másik félidőben gyorsan tudtunk növelni az előnyt. Aztán igazából a harmadik gól, örülök, hogy gólpasszt tudtam adni, láttam, hogy a Filip jobb helyzetben van, lepasszoltam neki. Ugyanolyan fontos a gól, mint a gólpassz, úgyhogy örülök, hogy sikerült, de nyilván 3-0 után se lehet az, hogy kiengedünk, mert 3-1, aztán volt nekik is lehetőség, 3-2, úgyhogy végig 90 percig koncentrálunk, de összességében szerintem a jobb csapat győzött, úgyhogy nagyon örülök, hogy játszottam is, gólpasztottam és nyertünk. Nyilván azért jöttem ide, hogy feljussunk, az elsődleges célom, szeretnék minél többet játszani, nem gondoltam volna, hogy egyből ilyen fontos tagja tudok lenni a csapatnak, de nyilván nagyon örülök, nem kaptam ingyen, sokat dolgoztam érte, úgyhogy örülök, és remélem a további teljesítményem is ugyanilyen lesz. Minden meccset ugyanúgy kell, tök mindegy milyen a pálya, ki az ellenfél, minden meccset próbálunk ugyanúgy koncentrálni, már legelején, amikor kijöttünk bemelegíteni, már mindenki, az idősebb játékosok felhívták a figyelmünket, hogy ez nem a szép fociról fog szólni, úgyhogy küzdeni kell. Ha úgy van, akkor tényleg egy pontrugás dönthet. Hál' Isten ez nem így sikerült, mert úgy gondolom azért sima meccs volt az összkép alapján, de ezek nagyon-nagyon nehéz meccsek. Tehát az első gól, hogy minél hamarabb megrúgjuk, az nagyon-nagyon fontos volt.